és a Millás reggeliben mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Gárdonyi alias Ziegler, vagy Ziegler alias Gárdonyi Géza az egyik születésnaposunk. 1963-ban született ezen a napon a kiváló magyar író, költő, újságíró, pedagógus, drámaíró, minden volt ő. És egy alkalommal azt mondta, az egyenlőség érzése velünk születik. A gyermek csak a korkülönbség szerint osztályozza az embereket. Ja, nagyon érdekes gondolat egyébként, és teljesen igaza van, mert azt nézi, hogy öreg vagy fiatal, hogyha megkérsz egy gyereket, hogy mondja le, hogy mondja el, hogy az egyik osztálytársa vagy barátja, vagy akivel megismerkedett, az milyen, írja le. Legtöbbször nem azokat a jegyeket mondják a gyerekek, amikre mi számítunk, mint felnőttek. Tehát az a fajta... Hát egy darabig, ugye? Egy darab, azért a nevelés hatása megint nem jelenik, igen. Meg a társadalmi elvárások. Úgyhogy tök érdekes egyébként, hogy például bőrszint azt nagyon ritkán mondanak a gyerekek. Sokszor nem is veszik, vagy nem gondolják, hogy ez egy olyan fontos ismérv, hogy azzal kezdjük, hogy egy ilyen színű emberrel beszélt. Igen, talán a dagiság, vagy valami ilyesmi lehet az első, ami ilyen megkülönböztető. Aztán jönnek sajnos az anyagiak szerintem, ahogy cseperedik és elkezdi látni a különbséget. Úgyhogy, hát igen, fokozatosan romlik a helyzet, amíg eljutnak a felnőttek. Hogy lehet beszennyezni egy teljesen tiszta valamit, ugye? Igen, ez erről szól. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.